A modern világban az emberek sokfajta kúrát, sokféle kúrát gyakorolnak. Ugye van a fogyókúra, van a féregtelenítő kúra, meg különböző kúrák vannak, ugye, amit napról napra kitalálnak az emberek, a különböző, úgymond, előjárók, vezetők, spirituális vezetők, és ejtetik az emberekkel, hogy egészségesebbek lesznek a fogyókúrától, a tisztítókúrától, a féregtelenítőkúrától. És ebben úgy igazából van is valami, tehát valaki, hogyha elvégez egy fogyókúrát, egy nem tudom milyen lébőtöt, vagy félretelenítő kúrát, akkor egyértelmű, hogy fog tapasztalni valami változást. Tisztább lesz az ő élete, az ő teste. Viszont nem szabad elfelejtsük azt, drága barátaim, hogy szellemvilágban élünk. Ezt a értelemben kell érteni, tehát nem ilyen misztikusan, hogy röpködnek a szellemek körülöttünk, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy minden fizikai megnyilvánulást megelőz a szellemi lenyomat, ugye? Tehát először volt az ige, ezt mondja az írás. Tehát mindig először van az ige. Mi az ige? Maga a tervrajz. Először van az elképzelés. Hogyha valakiben, egy emberben egy rossz elképzelés van, az a rossz elképzelés fog testet ölteni ő benne. És az megbetegíti őt, az úgymond leépíti őt, megrontja őt úgy testileg, mint lelkileg. Tehát úgy igazából minden féreg, minden nyomorúság, ami bejön az emberbe, azért jön be, azért jöhet be, mert maga az ige benne, a szellemiség az rossz, hibás, és beengedi úgymond a parazitát, a vírust, a baktériumot, a férgeket. Tehát aki ezt nem akarja megérteni, hogy mitől van ő úgymond betegségben, mitől kapja el a férgeket, a baktériumokat, a vírusokat, a betegségeket, hogy a benne lévő logosz, a benne lévő ige tisztátalan, meg van hamisítva, el van torzítva, meg van fertőzve, és ezért mennek be a férgek hozzá, a különböző élősködők. Aki ezt nem akarja megérteni, sajnos folyton, élete végéig kell küszködjön a betegségekkel, a férgekkel, a különböző, úgymond, támadókkal, támadások ellen, és úgysem fogja legyőzni őket. Miért? Azért, mert ő kaput nyitott a férgek előtt, a baktériumok előtt, a vírusok előtt. Mivel nyitott kaput? Azáltal, hogy a benne lévő ige, a benne lévő logosz, a tervrajz, a benne lévő szellemiség gyenge volt, erőtlen volt, meg volt fertőzve. A kérdés csupán az, minden ilyen kúra előtt, hogy milyen a bennünk lévő szellemiség. A bennünk lévő szellemiség beengedi-e a parazitákat, az élősködőket, az ellenséget, vagy nem engedi be? Mert hogyha a bennem élő szellemiség, a bennem lévő ige, a bennem lévő logosz tiszta, akkor a betegség sem tud olyan könnyen megtámadni, mert nincsen kapu, ahol ő bejöjjön. Drága barátaim, épp ezért az embernek mindenek előtt, mindenek fölött nem tisztító kurára van szüksége, nem féregtelenítő kurára van szüksége, nem fogyó kurára van szüksége, hanem bűntelenítő kurára van szüksége. A bűntelenítő kura azt jelenti, hogy az ember befogadja a tiszta igét, az életnek az igét, az életnek a logoszát. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki befogadja az ő szavát, megcselekszi azt, az befogadta a tiszta igét, a tiszta tervrajzot, és az megeleveníti az ő lelkét, és az már nem válik, nem annyira sebezhető a különböző támadásokkal szemben. Nem annyira gyenge, mert megvan erősödve a benne lévő szellemiség, és az már nem kompatibilis a férgekkel, a vírusokkal és a baktériumokkal. Ez a lényege, úgymond, a spiritualitásnak, ez a lényege a megigazulásnak, ez a lényege az újjászületésnek, hogy az emberbe a Krisztus beszéde által beleáramlik, belemegy az igazi ige, az igazi szellemiség, a tiszta szellemiség, és a tiszta szellemiség már eleve immunis a parazitákkal szemben, az élősködőkkel szemben, a betegségekkel szemben. De amennyiben az emberben a szellemiség tisztátalan, tisztátalan lélek van benne, egyértelmű, könnyen megbetegszik, könnyen megférgesedik, könnyen elhízik.
Az elhízásról egy későbbi videóban fogok majd beszélni, mert annak is megvan a miértje, meg lehet könnyen érteni, hogy hogyan hízik el az ember, mitől hízik el az ember, és hogyan tudnám megakadályozni az elhízást. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!